Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és hasonló módon sok szeretettel köszöntöm Gál Illikót és Koltai Róbertet. Hát, hogyha nem haragszotok, mert tudom, hogy a művészet minden ágát szeretitek, hát a lírát is, hogy egy ilyen kis verset is írtam rólatok, hogy Gál Ildikó és Koltai Róbert egy művészpáros, Szentendre meg művészváros. Nem tudom, ez így tetszik így elsőre a költői pályám indításaként, ez így... Most indulásnak erő. Igen, most kikapcsolta minden kedves néző, de ne hihetjenek meg. Magasra tetted a lét. Ti tulajdonképpen valóban egy ilyen művészpárosként is nagyon nagy utat és nagyon sok közös produkciót, alkotást tettetek le. Legutóbb is ugye egy különleges helyen és helyzetben, kezdjük így a végén a történetet, láttam egy darabotokat. Meghalni bárki tud, ilyen hangulatos, vidám címe van. Ezt Gál Ildikó írta és rendezte, és Koltai Róbert a főszereplő. Te még valamit csináltál benne? Csak főszerepet? Hát egy kétszereplős darabba illik kimondani a másik főszereplő nevét, mert ketten... Elek Ferenc. Igen. A másik szerzőnek a nevét is, bocsánat, mert Selmeci Bea dramaturg működött még közre, tehát együtt írtuk. Aha. És viszont volt egy gentleman, aki fantasztikusan gordonkázott végig. Kertész Endre. Kertész Endre. Már a címe is azt mutatja, hogy nem egy ilyen nagyon vidám dologról van szó, ami ugye a te esetedben már most elég sok olyan nagyon komoly műben vettél részt, ami igazán megrázó volt. Mégis az ember elsőre nem várja azt, hogy te egy ilyen szívbe markoló, tragikus történetnek a főhőse legyél. Hát... Pedig soha nem kerültek el a nagy drámák, hiszen a gondnok, Harold Pinter gondnok színművészeti főiskolai vizsgám volt, ahol az öreget játszottam, az öreg csőlakót. Aztán az életem egyik legfontosabb szerepe volt a Ügynök halála, Veszprémben volt. Veszprémben. Vince János rendezésében. Az mikor volt? A Sosalunk meg után szerződtem. A film bemutatója után, ami most volt 30 éves egyébként a Sosalunk meg, mozi. Az Ügynök halála Veszprém, igen. Vince János csodálatos rendezésében, Hol Istvánnal, Petényi Ilonával, Rancsó Dezsővel, I. és Roberttel játszottuk. Én voltam az öreg, a Willy Loman. A lényege, a legnagyobb fájdalom a világon az, hogy nemhogy nem tud már eladni, ő, aki régen, én úgy érzem, hogy amit írt a Miller, ő régen egy csodálatos kereskedő volt. Most meg egy kis gatyát nem bír eladni. De mikor hazamegy a feleségéhez, a fiaihoz, akkor megpróbálja azt a képet közölni magáról, hogy ő még mindig ugyanaz, és hogy egyre jobb. És közben csak az adósságai nőnek, és mindenhez beutazza azt a hatalmas Amerikát. Jobbra-balra utazik, és semmi nem jön össze. Tehát amihez nyúl, ez az a típus, amihez nyúl. Ez egy érdekes egyébként, hogy ezt ilyen öreg embernek, tehát a Tímár József is már ilyen öreg embernek, bocsánat, Ildikó, hogy itt elkalandozunk egy picit, ábrázolják, holott ez valójában az eredeti verzióban végül is két ilyen 18-21-22 éves gyereknek az apja, aki simán ilyen 40-45 éves ember hát volt. Hát azt mondod, hogy itt ilyen nagyon fiatal gyerekek édesapja. Szerintem nem. Szerintem itt már a srácok is írva is túl vannak az első szárny próbálgatáson. És ugye az egy sikertelenség. Tehát, hogy kudarcos az bizony, ők is már valami ugye. Helyet választják az alkoholt, meg valami, tehát hogy látható, hogy ugyanazt az utat fogják bejárni, vagy legalábbis nagyon kevéssé szerencsés útnak néznek elébe. Tehát azért ott messze nem arról van szó, hogy két happy fiatal, aki majd most elkezdi az életet. És az apa valaha valaki volt. Valaki. Igen. Sikeres üzletemben. Én különben ebben sem vagyok biztos, de oké. Okay. De valamennyire igen. De hát megvan. Nem lehetett volna idáig eljött. Valami igen. Működött. Valami működött, és egyszer csak semmi nem sikerül. Hát mondani. A Batang például az is egy fantasztikus szerep. Az hogy jött elő? Mert azt már Ildikóval csináltátok. Igen. Az hogy jött elő az a darab? A fordító ismerősétől kaptam meg magát a szöveget. Ő már akkor javítgatott rajta egy kicsit, és hát akkor úgy gondoltuk, hogy ez egy izgalmas téma. A demencia eleve egy nagyon izgalmas, egyre növekvő, egyre több embert érintő, egyre több családot érintő téma. És azt gondoltam, hogy ezzel talán van mit mondani. Hányszor játszottátok már a Batangot? Több mint 50-szer. Több mint 50-szer, és most lehet, hogy felújítjuk újra. Ti egy pár vagytok most már hosszú évek óta.
nem is tudom... Hat éve? Majdnem hét. Hét. Azért ez egy nagyon érdekes történet, hogy van egy nagyon kreatív rendezőnő, aki mint író is remek, és van egy olyan jeles színművész, aki szintén mint rendező is, meg mint író is remek. Előkerestem egy régi műsorunknak a felvételét, ahol is a Zalaegerszegen rendezte meg, a Páros rendezte meg a Sose halunk meget, ugye? A musicalt, igen. És ugye ott úgy volt, hogy mind a ketten voltatok rendezők, és amikor ketten rendeztek egy darabot, ez hogy ment annó? Ez a történet egyértelműen elvitathatatlanul a Robié, tehát ezzel nincs vita természetesen. És mivel ő volt az egyik szereposztásbeli Gyuszi bácsi, és le volt kettőzve egy zalaegerszegi színésszel, Hertelendi Attilával, aki egyébként zseniális Gyuszi bácsi volt szintén, ez azt jelentett, hogy a próba folyamatnak egy bizonyos pontján a Robi föl fog menni a színpadra, és onnan nem igen fog lejönni. Úgyhogy kell valaki, aki kívülről nézi, ez voltam én. Hát nyilván előtte tisztáztunk, megbeszéltünk sok mindent, hogy ő mit gondol erről az egészről, hogy jelenítsük meg ezt, azt, amazt. Ezekben megegyeztünk, és onnantól kezdve ő játszott a Gyuszi bácsi szerepét, én megnéztem az egészet. De én most már elég régen ismerlek titeket, és többször volt veled külön valamiféle megbeszélésem, vagy helyzetem, hogy láttam, hogy rendezel, vagy hogy szerzel érvényt mondjuk az elképzeléseidnek. Szóval azt ugye azt elfogadod, hogy te nem vagy egy szervilis alkat. Nem is gondolom, hogy kellene, de nem jó, vagyok. Erre kíváncsi vagyok, hogy amikor te szerettél volna valamit, akkor hogy volt, hogy mondtad, hogy akkor itt inkább ez legyen, és az, hogy a Robi ezt hogy fogadta, meg hogy fogadta el? Kinek az akarata érvényesült? Hát itt nem akaratoskodásról van szó, hiszen van egy alaptörténet. Igen. Az az én történetem, és azt nem lehet elvonatkoztatni a most már 30 éves filmtől se. Tehát azt próbáljuk színpadra tenni. Tehát ahhoz csak nem beszélve, hogy Dés László, amihez nyúl, az mindig fölszáll, fölrepül, ha ő elfogad egy munkát. Márpedig ezt szerette, 10-12 új dalt írt, egyik jobb volt, mint a másik. Volt-e olyan, hogy valami komoly nézeteltérés, ott olyan értem, hogy Illikó azt akarta, hogy ez piros legyen, te meg azt akartad, hogy kék, természetesen nem ilyen színeltérésről beszélek, és akkor végül is hogy tudtatok akkor megállapodni? Azt rendszeresen elkövettük, hogy esténként otthon megbeszéltük a következő napi anyagot, amikor még a rendelkezés szintjén van adott, tehát amikor kitalálod. Emlékszem, hogy annyi vidám beszélgetésünk volt, így veletek közösen is, meg a Robival külön is, de most megint ezt a hangulatos című darabot idézzük, hiszen erről is szól ez a mai beszélgetés. Ugye a Frida Kahlo azt mondta, hogy éj, mert meghalni bárki tud, és akkor te ezt az éj, mert azt levetted, és a címe az, hogy meghalni bárki tud. Hát ez egy krimi. Alapvetően egy krimi, ami a Kékszakállú Herceg várának egyfajta tovább gondolása. Engem borzasztóan izgatott, hogy hogy működik az a pasi, akiről az a hír járja, hogy eltüntetett 3-4 nőt. Ugye a Kékszakállú Herceg várában Judit a negyedik nő, aki ugye a Balázs Béla szöveg alapján kinyitja a hetedik ajtót, és ott megtalálja a másik hármat. Az eredeti Kékszakállú legendában az van, hogy volt egy ilyen nagyon sötét szakállú, nagyon titokzatos, nagyon vonzó férfi, akiről felsejlett, hogy talán öli a nőket, hogy egész egyértelműen fogalmazzak. Bocsánat, hogy közbeszólok, csak a kedves nézők kedvéért, lehet, hogy én ezt nem hangsúlyoztam eléggé, hogy ezt a darabot, ezt te írtad is, tehát nem csak rendezted, hanem írtad is. Selmeci Beával közösen, amit Selmeci szintén hozzá kell tenni. Na szóval, és borzasztóan izgatott, hogy hogy működik annak a férfinak a lelke, és az volt az ötlet, az volt az alapötlet, hogy ez a Kékszakállú már nagyon idős, és nem akar úgy meghalni, hogy a nőkről szerzett tudását át ne adná valakinek, egy olyannak, aki erre méltó. De hát honnan lehet tudni, hogy erre méltó valaki? És kitalál egy játékot, egy olyan játékot, amibe aztán megérkezik Elek Feri, és tulajdonképpen arról szól az egész játék. Ne felejtsük el a legfontosabb dolgot, hogy ez egy létező, világhírű, óriási opera a maga történetével együtt. Tehát erről eddig nem esett szó, tehát nem a semmiből készült, amit írtak a Selmeci Beával, az Ildi. Van egy szöveg, és van egy Bartók zene. Igen. Tehát, hogy ez világhírű történet. És ebbe nyúltak bele, és így. Vagy hát ezt kezdtük el folytatni, igen. A történet ott kezdődik, ahol a Kékszakállú Hercegvára befejeződik.
annak a végén. Tehát itt már eltűnt a Judit, itt már van valaki, aki, mondom, nem akar úgy meghalni, hogy a nőkről szerzett tudását át ne adná. És ehhez kell, keres egy méltó partnert, ez lesz az Elekferi, és majd kiderül, hogy át tudja-e adni neki, vagy nem. És megy egy ilyen macska egér... Bocsánat, a méltó partner, tehát, hogy nem úgy partner, hanem, hogy mint utódot keresi az Elekferit. Igen. Igen, és megy egy ilyen folyamatos macska egér játék kettejük között. Ő azt próbálja kideríteni, hogy ez a férfi, aki látszólag váratlanul belépett ebbe a házba, ebbe a lakásba, az alkalmas-e arra, hogy tovább vigye ezt a kékszakállú tudást. A Feri figurája pedig azért jött, hogy kiderítse, hogy hol van az ő gyerekkori vagy kamaszkori beteljesítetlen szerelme a Judit. És megy közöttük folyamatosan egy macska-egér játék, mind a ketten okosabbak lesznek, de hát most nem akarom lelőni a dolognak a végét, hogy végül sikerül-e átadni ezt a kékszakálúságot, vagy sem, de erről szól ez az egész játék. A Robi is nagyon jól tud játszani ilyen tutyi-mutyi figurákat. És az Elekferi meg kifejezetten zsinórban ezeket a figurákat hozza, hogy most tulajdonképpen két konkurens kékszakáként rendben van, tehát én a Robit abszolút elfogadom, és a Ferit azt meg olyan nehezen fogadom el kékszakálként. Kékszakálóság nem kívül van, Péter, hanem belül. Az, hogy valaki olyan legyen, olyan izgalmas legyen, olyat tudjon adni, olyat tudjon a nőkről, az nincs ráírva. Sőt, éppen azt találtam izgalmasnak, hogy olyan két nagyon jó színész játsza, akiről első ránézésre azt gondolom, hogy hát... vulgáris leszek, nem csúszik le rólam a bugyi, és mégis. Ezt ugye én most itt kénytelen vagyok megemlíteni, hogy a Sütő utcában láttam, ami nem rólam, hanem egy középkori katonai pékségről lett elnevezve Sütő Bárki utcának. Még akár... Átigazíthatják, oda tehetik a kis bronz portrémat, nagyon aranyos vagy, igen. Szóval én nem voltam sokszor szobaszínházban, és az az igazság, hogy... egyre kisebbek ezek a szobaszínházak, tehát hogy régebben egy ilyen külön termét mondjuk a Zserbónak, azt is idézőjelesen szobaszínháznak mondták már, pedig az egy rendes színházi nézőtér volt. Én most már kétszer-háromszor voltam ilyen valódi szobaszínházakban, tehát ahol mondjuk az egész történet mondjuk 30 vagy 40 négyzetméteren folyik. Ugye ezt jól mondom, körülbelül szokatlan dolog. Egy kicsit az alkoholizmus felé megyek, vagy az alkoholfogyasztás felé, hogy egész más egy sört egy olyan helyen meginni, ahol megvan minden eszköz hozzá, meg a tér is, és egész más egy olyan helyen, ahol csak egy kis szűk hely van, és ott kell elfogyasztanom, bár ez nem egy igazán kulturális hasonlat, de nagyon kell szeretni ezt a dolgot ahhoz, hogy én ezt elhiggyem, és nektek meg nagyon kell igyekezni ahhoz, hogy elhitessétek velem. A Kugler Szalonban nagyon régóta zajlanak színházi előadások, nagyon-nagyon régóta. Kugler Árt Szalon, igen. És ami ennek a jellegzetessége, hogy ott élnek azok, akik ezt a színházat működtetik, ők ott laknak. Ott laknak. És ennek azért van egy olyan varázsa, amit lehet, hogy te nem éreztél adott pillanatban, de ami nagyon erős tud lenni. Szerveznek ott például olyan előadásokat, hogy a lakás legkülönbözőbb zugaiban vannak különböző művészek, a festőtől az íróig, de akár a fürdőszobában zuhanyzó nő is, mert ilyen is van, és a néző bemegy oda, és végigjárja az egészet, és beszélget velük, ha tetszik, leül társalogni. Hát ott zuhanyozik egy hölgy, és akkor ott bemegy a kúszat, és beszélget. Bizony. Ugye eddig látszik ki a hölgy. Hát akkor minek beszélgessen, igen? Hát ugye, igen, nem véletlenül van így kitalálva, de csak azt akarom mondani, hogy óriási ereje van annak, hogy ott élet van mindig, akkor is, amikor nem színház van. Ott azok szedik a jegyet, akik ott laknak, azok árusítják azok kínálnak meg kávéval, akik ott laknak, és van egy kisugárzása is, és nagyon szeretem. Én nem féltem. Akkor egy üzleti kérdésem van, hogyha lehet, hogy ugye oda összesen mennyi, 40-en férnek be? Hát igen, körülbelül. Mondjuk 40-en, és hogyha csak 25-en jönnek, mondjuk, akkor az egy katasztrófa, tehát akkor az egy... ráfizetéses történet? Ne, akkor se ráfizetéses, akkor az egy intim hangú előadás, maradjunk ennyiben. Értem. Tulajdonképpen a kékszakál apropójával milyen fantasztikus gondolatutazást találtatok ki, megtaláltál ki? Az a kérdés, hogy ugye gyilkolni csak úgy lehet-e, hogy az ember fogja a nagykést, és belevágja a megfelelő helyre, vagy lelövi, vagy nem tudom, mit csinál. Vagy úgy is lehet ölni, hogy egyszerűen együtt élünk egy darabig, és egyszer csak mégiscsak az egyikünk ebbe belehal, képletesen vagy szó szerint. Volt már olyan az életedben,
és ezt akkor a Robitól is megkérdezem, volt-e már olyan, tudjátok, hogy a Bond, James Bondnak van egy olyan filmje, aminek az a cím, hogy License to Kill, hogy engedély a gyilkolásra, tehát hogy passzust kap a gyilkolásra. Tehát volt már veletek olyan, hogy valaha olyan emberrel találkoztatok, olyan aljas, vagy olyan szemét, vagy olyan, mit tudom én, tehát akin tényleg nem lehetett volna segíteni, akire, hogyha kaptatok volna egy pisztolyt, akkor lőttetek volna? Rajtam kívül. Riporterre nem vonatkozik ez. Én azt gondolom, hogy minden egyes megnyilatkozása az embernek a végjátékban. Tehát nem kell ez ekkora dráma, amit a Balázs Béla meg a Bartók operában, meg nem tudom, miben csinál. Mint a kék szakál. Mint a kék szakál. Nem kell ez ekkora dráma. Az minden egyes színházi megmozdulást én tétremenőnek, véresnek érzek, a vígjátékot is. Tehát ha a balfácánban a Kernel elkezdünk játszani, amit 25 évig csináltunk. A József Attilában, ugye? Annak idején, igen. És az 500. előtt vette le a Nemcsák. Már az 500. előadás előtt. Hát még elszámolni is sok 500-ig. És úgy estéről estére ott volt a tét. Nem kell ahhoz kriminek lenni, hogy élethalálra menjen valami. Az is tét, hogy mi tudunk-e úgy beszélgetni, hogy annak legyen értelme. Az ugyanolyan tét, tehát nem kell-e valami érdekeset kitalálni, hogy élet, halál, gyilkosság történjen meg az, amire szövetkezünk. Ez lehet egy színházi előadás, lehet bármi, lehet egy veled való beszélgetés, hogy egy picit érezze az ember, hogy ennek ma éjjel vagy ma este volt valami értéke, mert megszületett. Tehát voltak olyan csendek, amikor még a legártatlanabb néző is észreveszi ebben a meghalni bárkit útban, hogy micsoda tétek forognak kockán, vagy pedig nem sikerül, és akkor aznap hiába játszottunk. Ezek az igazi dolgok, és az is igazi dolog, hogy valamiről úgy tudjunk komolyan beszélni, és fájdalmasan komolyan, mert igazi a kíváncsiság, igazi a történés, és elmesélhetjük, hogy mi ez. Na most Robi, ha nem, olvastam is erről, meg én is találkoztam embereknél is ilyen őszinte megfogalmazásokkal, tehát ez a License to Kill, ez az engedély a gyilkosságra, passzus a gyilkosságra, szóval azért csak kíváncsi voltam így elvileg. Én nem, nincs ezzel semmi baj. Napfényre jön egy ilyen kérdés, mint amit kérdeztél, és erre ez a válasz, hogy még egy vígjátéknak is élet-halál tétje van, mert különben csak marháskodás, hülyéskedés, de a dráma is, hogyha nem igazán mennek be, vagy nem jönnek be azok a dolgok, amiket szeretnénk. Egy csöndnek olyan hatása van. Most is, igen. Érzem. Igen, és akkor ott az Elek Ferenc, aki egy csodálatos színész, aki meghallja a csöndbe rejlő mindenféle titkokat, vagy erre képesek vagyunk, akkor érdemes volt aznap bemenni. Igen. És ennek bizony meg kéne születni, és csak itt-ott van olyan, hogy nem tudjuk elérni aznap a közönséget, de még én ezt nem vettem észre. Tehát azt kérdezted, hogy volt-e olyan az életemben, hogy valakit meg tudtam volna ölni? Nem ezt, hanem hogy el tudnál-e képzelni, tehát hogyha lenne egy ilyen... Egyébként el simán, de ez a történet, ez inkább azt az olvasatot tartalmazza, hogy én, ha választani kell a figurák között, én a Judit vagyok. Uh-huh. Tehát magyarul velem azért megtörténtek olyan dolgok, amiről úgy gondoltam, hogy az közel van a megengedett gyilkossághoz. Végül is arról van szó, hogy egy picit bejönnek, kimennek, de végül is két gentleman ül a fotelben, és a kezében lévő papírról felolvassa ezt a történetet, illetve nem felolvassa, eljátsza. Na most ezt magyarázd el nekem, mert nyilván, hogy tiltakozni fogsz, hogy felolvassa, mert itt nem arról van szó, meg ő is tiltakozni fog, a Robi is. Ezt magyarázzátok el nekem, hogy miért van az, hogy én beülök úgy, hogy Jézus Mária itt most olvasni fogják, és kimegyek úgy, hogy kapok egy színházi élményt. Na erre a Robi tud válaszolni. Igen. Igen, ez egy speciális dolog, de nem az első. Mert azt is az Ildi
hozta, hogy próbáljuk meg a Halálvelencében Thomas Manntól. A Halálvelencében is hasonlóan egy ilyen felolvasós megoldás volt? Abszolút. Abszolút, és hát... És Darvas Feri zongorázott. Darvas Feri néha, amit most a csellós srác csinált, néha bele zongorázott. És én hát azt... hatalmas dolog volt. Tehát azt érted, ha színész lennél, akkor tudnád, miről beszélek. Ott ülök egy... Ja, és ráadásul akkor gyógyultam föl, volt egy eléggé nehéz helyzet. És felolvastam úgy, hogy egyszer csak éreztem, hogy mind a 200 néző, minden jegy elkelt egyébként, teljesen tele volt egy 200 személyes nagyterem. Igen, olvastam. Volt már rutinom olyan szempontból, hogy a Móricz naplóját is csináltam igen, már ez remek sok-sok volt, az előadással. Igen. És nem is jó, valahogy ott van előttem, mármint a... Tehát nem kívánják, hogy ezt most mondjam fejből, vagy hogy hol fogok bakizni. Nem, te azzá változol akkor. Igen. Úgy a papírral igen. Együtt azzá tudsz igen, változni. Sőt. És ez viszont olyan, mintha egy könyvet olvasnék föl. Nem gondoltam, hogy így meg tudom fogni a nézőket, és hihetetlen boldogság ott a színpadon. Mikor azt érzed, hogy a 23. sorból is megemelkednek, és figyelnek, és a csendekre Szóval nagyon-nagyon hát szeretem ezt a műfajt, és hát azt, ahogy a Elek Feri meghal valamit, vagy ő tart egy szünetet. Tehát az egy olyan adomány, hogy egy nagy színésszel játszhat az ember, és a közönséggel. Tehát a közönségnek a figyelme, a csendje. Igen. És érdekes, hogy teljes fényben van, és mégis, tehát 5 percen belül elfogadjuk, és ott együtt élünk. Na, ennek örülök. Veletek. Szóval ez abszolút, hogy... tehát senkit nem zavar az, hogy most világos van, vagy sötét van, vagy mit tudom én, hanem együtt, abszolút együtt és vagyunk egy társaság. És szereplővé válik a közönség is. Igen, még a Halálvelencébennél annyit akartam kérdezni, hogy a fiút azt kijátszotta. Nem, ugye ott a fiú nem beszél. A fiút csak mindig látja az ásamba. Nem volt fiú. Nem volt. Csak az mesélünk róla. Fölolvasom. Tehát odaadom nekik, és a csöndeket. De tudod, az úgy van írva a kisregényben, se egyetlen szót nem szól a fiú. Igen. De hát ez egy történetnek az elmesélése, fölolvasása, amiben nagyon nagy szerepe van a közönség csendjeinek, lélegzet visszafolytásának. Itt mondjuk nevetés, aztán nem igen van, szinte nincs is, ugye? Vannak, akik azt mondják az irodalom történészek közül, hogy ez a Thomas Mannnak a látens homoszexualizmusa. Ugye itt arról van szó, hogy Velencében egy helyes, aranyos fiú jelenik meg, akibe majd, hogy nem szerelmes lesz, vagy szerelmes lesz. Ugye Thomas Mannról tudjuk, hogy soha nem élte meg a saját homoszexualitását. Felesége volt, gyerekei lettek, a gyerekei közül egyébként néhányan már felvállaltan a maguk homoszexualitását már megélték, de Thomas Mann soha. Uh-huh. És a felesége írja, hogy egy valódi nyaralás emlékeként született ez a Halálvelencében, és egy lengyel kisfiú volt, akit egyébként később az irodalomtörténészek meg is találtak. Mi volt a neve? Tehát kideríthető, hogy pontosan ki volt, hogy nézett ki, egyáltalán nem úgy, ahogy egyébként Thomas Mann leírja. Az ő fejében az, hogy a művészet, hogy a szépség, hogy az, amiért élni érdemes, és akár meghalni is érdemes, az öltött testet ennek a kisfiúnak a formájában. Ez ennyi. De nyilván ebben a pillanatban itt nálunk a halálos bűn kategóriájába tartozik lassan. Igen, hát ez érdekes, mert éppen most a napokban láttam Leonardo-ról, meg Michelangelo-ról filmeket, meg olvastam, és hát azért ezek elég érdekes dolgok, hogy az is, hogy egyébként ezt hányan tudják például, mert ezt azok az emberek, mondjuk így, hogy a beavatottak tudják, akik azért egy bizonyos szintet elérnek irodalom és művészet terén, ugye, tehát hogy bizonyos beavatottságot szereznek. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, és az is egy érdekes dolog számomra, hogy te mindig, bocsánat, hogy ha ez ilyen túlhangzatosnak tűnik, de tehát ilyen társadalmilag fontos
témákat veszel elő. Egyáltalán nem ez a választás alapja, amit most mondasz, hogy társadalmilag fontos legyen, vagy ne legyen fontos. Egyszerűen, ami engem érdekel, vagy amiről azt érzem, hogy benne van a levegőben, vagy nekem fontos bármiért, demencia ügyben egyébként az édesanyám volt érintett. Szóval, hogy nem csak ez van benne, hanem mondom, a személyes érdeklődésem. Visszatérve a Batang felére, ott pedig sokkal fontosabb volt az, hogy van valaki, aki szép lassan elsüllyed a maga világába, mert már nincs kapaszkodója kifelé, és hogy van mellette valaki más, aki először az első pillanattól ennek ellenáll, haragszik rá, bosszantja, mert lassú, mert hülye, mert nem érti, amit mondok, mert nem tudok vele mit kezdeni, és a végén ő az, aki a legnagyobb ajándékot kapja ettől a demenciába szép lassan elsüllyedő embertől. Vagyis azt, hogy miért érdemes élni, és hogyha nagyon nagyokat akarunk mondani, akkor ezek azok a kérdések, amire az ember választ keres. A Thomas Mann esetében is, a meghalni bárki tud esetében is. A sorozatotokkal mi a helyzet? Csináltatok egy sorozatot, egy remek sorozatot. A demencia spotokra gondolsz. Igen. Az egy kis játékfilm volt, hogyha tényleg arra gondolsz. Igen, arra. Abban ugye színészek játszottak, és abban is hát az ebből jött, ebből a Batang felé című előadásból maga az ötlet, meg a felkérés is. De hogy azóta ez dobozban van, akkor nem akartam én direktben rákérdezni. Ja, értem. Ez is fél perces rövid játék. De ezt játsszák a televíziók, játsszák az iskolák. Lehet, hogy ma lesz. Azt hiszem, pont ma, igen. Ez a Ridicule című műsorban a demenciáról lesz szó, és ott bejátszanak bele a részletet. Kaptunk egy megkeresést, hogy a családügyi minisztérium szeretné kitenni a honlapjára, tegye. Megfuttattuk jó pár fesztiválon, nyertünk is vele, úgyhogy nem, nincs dobozban, sőt, megyünk nem sokára egy konferenciára, ahol levetítik kifejezetten segítő szolgálatok vezetőinek, és utána lesz egy beszélgetés is. Előre mondom, hogy most egy kicsit nehezebb része jön a beszélgetésüknek, mert rólatok fogok kérdezni. Ugye én ismertem a Robit előtte sok évig, és utána te megjelentél az életében, és akkor ugye egy teljesen más történet kezdődött. Az, hogy te, mint alkotó ember, meg mint alkotó társ jelen vagy a Robi életében, az vajon nagyon elkanyarította-e őt attól az úttól, amit addig követett? Ezt lehet, hogy tőle kéne megkérdezni. De én most tőled kérdezem, hogy szerinted, és aztán utána tőle megkérdezem, ez olyan, hogy... Hát szerintem nem. Hát biztos benne van valamennyire az is a közös munkákban, ami engem érdekel. De az csak egy része, mert most éppen ezekről beszélgettünk. De hát készült közben, azért a Sose halunk meg, az messze nem elkanyarodás, a musical, amit ugye együtt csináltunk, de a Lovagias ügy sem. És egyáltalán mit nevezünk elkanyarodásnak? Hát nyilván van valami, időnként rácsodálkoznak, hogy jé, a Koltai mond verset. Hát bizony, de még hogy. Meg hogy... Könyvet is készítettetek. Igen, könyvet is. Sőt, te külön is csináltál egy könyve. Az majd csak lesz. Az majd csak lesz egy monográfia, ha igaz, majd a születésnapjára jövőre, ami a filmes tevékenységét, nem, a film rendező. Most, ja, bocsánat, idén. Ami a film rendezői tevékenységét foglalja majd össze. De az, hogy tehát az, hogy könyvet írtunk, azok is az ő történetei. Én csak azt akartam, hogy akkor maradjanak meg. És ez a hétköznapokban, annyira kíváncsi vagyok erre, hogy működik, mert a Robi egy kicsit elárulhatom, hogy néha kicsit bogaras vagy, ugye? Vagy ez nem igaz? Hát, hogy bogaras, azt nem tudom. Jó, akkor nem bogaras. Annyi szó van, ami esetleg stimmel, de bogarasnak nem érzem. De akkor nem tudnál égetni, jogos, hogy olyat mondanék. Akkor, tehát tegyük fel, hogy nem mindig a tökéletes illeszkedés történik. Vannak olyan helyzetek, amiknél nagyon zökken a kerék, és akkor valamit ott helyre kell tenni. A Robinak a legnagyobb hibája szerintem, vagy talán csak az egyetlen hibája, ő késős. Én meg nem. És ez néha szóval. Tehát te ilyen pengepontos? Nem, de az rendkívül tud nyomasztani, hogyha várnak ránk 8-an, 10-en, 30-an, az nagyon. És ő szeret így lassan készülődni, hogy eláruljam. Sőt, ő olyankor is el tud késni, hogyha mondjuk hozzánk jön valaki interjút készíteni vele, az illető már áll a kapuban, én kimegyek, hogy bocsánat, mindjárt egy kis pillanat. Csak a művész. De addig a művész úr még hát pólóban, alsónadrágban szaladgál a lakásban, és keres különböző dolgokat, tehát ilyen van. De valójában ez az egyetlen, ami valódi surlódás, hogy
Hogy, ja, és utána ugye az a nehéz, hogyha valahova oda kell írni, akkor én már várom őt, ő nagy nehezen elkészül, és utána, mivel én vezetek, rajtam van annak a súlya, hogy még záros határidőn belül odaérjünk, és azt a nyomasztást nem szeretem, hogy most nekem kell. Még a családi szaga, a családi történet folytatása előtt még egy dolgot azért. Kossuth-díjat azt még mindig nem kaptál, ugye? Nem is fog. Nem is fogsz? Nem. De nem ezen múlik az élet. Uh-huh. Én ezt attól értem. Még azokat a szerepeket eljátszhattam, eljátszhatom, azokat a verseket elmondhatom, amitől ha kell, akkor megáll a levegő. Mert nem a díj határozza meg az embert, hanem az élet, ahogy éli az életét, és ahogy az embereknek akar örömöt okozni. Az, hogy ti egy ilyen szobaszínházba ilyen lelkesedéssel és szeretettel oda teszitek a tehetségeteket, meg a lelketeket, ez egy kényszerhelyzetnek a műve, azért, mert nincs más lehetőség, vagy pedig ez az egyik olyan műfaj, amit ti szerettek csinálni, és kipróbáljátok. Vagy ez a kettő együtt van esetleg. Csak x-elni kell a választ. Hát egyrészt szerintem ez egy nagyon izgalmas helyzet, ahol most ezt meg lehetett csinálni. Én nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen egy olyan helyen, ahogy mondtam is, dolgozni, ahol egyébként emberek élnek, úgy életvitelszerűen. Tehát én ezt nagyon szeretem, és izgalmasnak is találtam. De azért például ebből készülni fog hamarosan április végén egy tévéfilm, ami vélhetőleg azért nem, lehet, hogy ezért sem robbantják be a bankautomatákat, vagy nem tudom, hogy fogalmaztál, de hogy azért sokkal több emberhez el fog jutni, úgy vélem, és azt is gondolom, hogy akármi csinálunk, az abban a relációban nagyon izgalmas. Én szeretek így élni, és egyáltalán nincs, nem tudom én, rossz érzésem amiatt, hogy nem 3000 ember nézi, vagy a Szegedi Szabadtéri Színpad. Olyan is van. Van, amikor az a nagyon izgalmas. Van, amikor én nagyon szerettem csinálni például ezt a Sose Halunk Meg musical, de az előtte készült, mi volt az a, amit tavaly nyáron én csináltam, a Maga lesz a férjem című zenés vígjátékot, amiben táncoltak, énekeltek, élő zene volt. Én azt is nagyon szeretem csinálni. Magát a dolgot, és kész. És ha ez egy szobaszínház is, 40-en nézik, akkor úgy. Ha vidékre járnak vele, mint ezzel a Maga lesz a férjem előadással, akkor meg úgy. És ha meg tévéfilmet csinálunk belőle, akkor úgy. Egyszerűen kíváncsi vagyok, és szeretem minden változatát ennek a fajta tevékenységnek. Például, hogyha az én pályámat megnézzük a lexikonba, tehát, hogy miket játszottam, abban az van benne, hogy én mindenfélét csináltam. Mindig mindenféle, tehát nem lehet semmilyen nem teljesített vágyam szerepekben. Lehet, hogy még egy-két olyan szerep van, ami belefért volna. Például valószínű, hogy a Schweik, az nekem nagyon való lett volna, aztán úgy jött ki a lépés, hogy az soha nem jött be. Még mindig el tudnád játszani szerintem. Mindenfélét csináltam, színházat, filmet, tévét, kabarét. Ez volt az életem. Aki tudja, vagy akarja, azt csinálja utánam. Én nagyon-nagyon szerettem ezt az életet, és nagyon szerettem a közönséget. És a közönség ezt meghálálja. És a közönség is nagyon a többi az mese. És minden jó, csak a múlt időt ne. Hát, hogy szerettem, meg ilyen volt, hát de meg még milyen lesz. Még mindig szerettem, kell nézni. Az a lényeg. Azzal kell szembenézni, és az, hogy például az egyik gyerekkori barátom, most a legjobb barátom lett most már hosszú évek óta, Kertész Péter, gyönyörű hangú és csodálatos színész. Igen. És tegnap az is bekövetkezett, hogy forgathattunk együtt egy sorozatban, és ő volt féltékeny érám. De ő viszont 80 éves lett most. Igen, ugye? Igen. Én ismerem őt elég jól, és gratuláltam neki személyesen. Akkor jó. Nagyon szeretem, nagyon kellemes, kedves ember. És nagyon jó színész. Igen. Szóval nincs ilyen, hogy ez, hogy ki milyen díjat kap, ahhoz csak gratulálni tudok. Én szeretem a kollégáimat is. Nagyon jóba vagyok velük, mindegy, hogy Kossuth díjas vagy Jászai díjas, vagy érdemes, vagy kiváló művész. De egy fél mondatom még ehhez volna, hogy egyébként egy előadás készülténél az ügy, az, hogy ugyanazt akarjuk, az fölülír mindent. Politikai hovatartozást, díjat, mindent. Ott akkor mindenki azt akarja megoldani a lehető legjobban. És ennyi szerintem bőven elég. Van olyan, hogy ilyen romantikus, barokkos tirádákba fogalmazva beszél veled, és mondja el a szeretetét? De
olyan van, hogy időnként táncolunk például. Olyan van. De nincs ilyen emléked? Nincs. Pedig van. De az, hogy egy-egy verset azért elmondasz neki. Miután ott van az estjeimen általában, amikor ilyen szerepelek a közönséggel, és az mindig neki szól, hogy észreveszi, hogy ma még szebben mondtam, ma még jobban. És mondj egy verset, bármint egy címet említsél, amit neki szoktál mondani. Hát a Thomas Mann üdvözlését például. Thomas Mann üdvözlését? Szerintem. Igen. Hát az olyan, mint gyermek, aki már aludni vágyik, és pihenni el is jutott elvonos. Mint gyermek, aki már pihenni vágyik. Látod már az első sort is elszúró. De nem baj. Ezt elmondod most az Ildikónak? Elmondhatom. Na akkor figyelünk, jó? És akkor ezzel elköszönünk a kedves nézőktől. Hallgassák meg, csodálatos ez a vers. József Attila, Thomas Mann üdvözlése. Mint gyermek, aki már pihenni vágyik, és el is jutott a nyugalmas ágyig. Még megkérlel, hogy ne menj el, mesélj. Így nem szökik rá hirtelen az éj, s még kis szíve nagyot szorongva dobban. Tán ő se tudja, mit is kíván jobban, a mesét-e, vagy azt, hogy ott legyél. Így kérünk. Ülj le közénk, és mesélj. Mondd el, mit szoktál, bármi nem felejtjük. Mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt, és együtt vagyunk veled mindannyian, kiknek emberhez méltó gondja van. Te jól tudod, a költő sose lódít. Az igazat mond. Ne csak a valódit, a fényt, amelytől világlik agyunk. Hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. Ahogy Hans Castorp, Madame Sosá testén, hadd lássunk át magunkon itt ez estén. Párnás szavadon át nem üt a zaj. Mesélj arról, mi a szép, mi a baj. Emelvén szívünk a gyásztól a vágyig. Most temettük el szegény Kosztolányit, és az emberségen, mint rajta a rák, nem egy szörny állam, iszonyat a rák, és mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még? Honnan úszulnak ránk új ordas eszmék? Fő-e új méreg, meg közénk hatol? Meddig lesz hely, hol felolvashatol? Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, de mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők, szabadok, kedvesek, és mind ember, mert az egyre kevesebb. Foglalj helyet, kezd el a mesét szépen. Mi hallgatunk, és lesz, aki csak éppen néz téged. Mert örül, hogy lát ma itt, fehérek közt, egy európait.